Szóval az a jó akarom nem itt lakik? A szádat, azt fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy valljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert unom a harcot, egy csöpp szerelemtől te sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekig én. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz, add oda, sokkal jobban ízlik majd az ebéd és a vacsora. A szádat, azt fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak és hagyd azt, hogy halljak ma én. Nem mondja nekem azt, hogy értem oda van, mert ezen igazán a szívem nagyon ég, leborulok eléd. De miért való ez a hülyeség? A szádat, azt fog be, és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy valljak ma én. Ilyen arcot, mert unom a harcot, egy csöpp szerelemtől te sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekig én. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz, add oda, sokkal jobban ízlik majd az ebéd és a vacsora. A szádat, és ne beszélj, egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy valljak. Ne vágj ilyen arcot, mert unom a harcot, egy csöpp szerelemtől te sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rá nélkülét. Bocsánat. Szabad egy pillanatra? Szóval az a jó akarom még mindig nem itt lakik. Nem is, engem csókolhat reggel. Ez meg fog történni. Ez volt az első részlet, de előbb szeretnék megmagyarázni valamit. Nem vagyok kíváncsi. Van én nekem egy barátom. Fütyülök a barátjára. Ezt a barátomat úgy hívják, hogy Pierre Lenoir. Ez a barátom elmondta nekem egyszer, hogy miképp mászik fel az ember az úgynevezett szerelmi létrán. Hallja! Már megint kezdi ezt a létrát? Sőt, én folytatom, mert ennek a létrának az első foka a bizalom. Aztán jön a második létra fok, amikor az ember úgy érzi, mintha valami egészen ismeretlen és új nő állna előtte. Aztán jön a harmadik létrefok, amikor a legszelidebb és legjobb indulatú ember is megőrül a féltékenységtől. Aztán jön a negyedik létrefok, vigyázzon, az hiányzik. Jaj, köszönöm. Aztán jön az ötödik létrefok, amikor az ember úgy érzi, hogy nem tud az illető nő nélkül tovább élni. És a főnök úr? Én nem tudok. Mit? Élni. Amíg ott volt az irodámban, addig észre sem vette, most meg úgy hiányzik nekem, mint tüdőből a só, mint ételből a levegő. De ez még nem elég. Nekem már igen. De nekem meg nem. Mert én csak abban voltam biztos, hogy én szeretem magát, de hogy maga szeret engem. Igen. Hát én erről már jóval előbb meggyőződtem, amikor felküldtem ide ezt a sinót. Mi?
Maga küldte? Igen. Kiúrasztottam az ágyból, megítattam vele egy pohár uborkalevet, aztán betanítottam neki egy mesét a tűzijáték gyáromról, s a többi, s a többi. Miért magának nincs is tűzijáték gyára? Hát honnan lenne? Csak arra gondoltam, hogy ha a hölgy továbbra is érdeklődik irántam, és nem közömbös neki, hogy mi történik velem, akkor bocsánat, szabad még egy pillanatra? És remélem, hogy most már végeztünk. Velem igen. Bobó! Mi folyik? Hm? Ja? Semmi különös, mindössze egy kis házasságról van szó. A ti példátokat akarjuk követni. Szóval te már tudod? Micsoda? Beleegyezem? Miben? Abba, hogy feleségül vettem önosságát. Hát abban nehéz lenne nem beleegyezni, éppen ezért akarom az ügyeteket is rendezni. Rendezni akarsz? Anyagilag, mert úgy tudom, hogy a férjednek egy pillanatban semmilyen nincsen, csak egy halastava. Meg én. Meg ez a létre. Na hát éppen ezért akarok rólatok gondoskodni. Milyen formában? Hát mindenről, amire szükségetek van, én gondoskodom. Te például hozzá nem nyúlsz semmihez. Kivéve engem. Igen, hát meg ezt a létre. De egyébként, ha mindenáron valami foglalatosságot akarsz, akkor ott van a halastavad, halásszál. Bravo, baj nem lehet, két eset van, vagy fogsz halat, vagy nem fogsz halat. Ha fogsz halat, akkor a halaknak lesz pekjük, ha nem fogsz halat, akkor meg neked lesz pekjük. Én nekem már nincs semmi. Csaki! Meg ez a létra! Nos, hogy mégis legyen valami vagyonotok, én megvettem nektek ezt a házat, nász ajándékot. Mi történt? Összedőlt a ház! Gyerekek! Ha jól mondták, találkozása most miért tilos? Gyerekek, ezt a mázlit, hát visszatért a pehjem. Lehet, hogy a régi vagyok. Te Péter öcsém, te kis mitje fogyok. Ja, szerencse, ha lasz, én sose fogok. Mi mit a jelent?